Felújítás, korszerűsítés, helyreállítás rendszeresen segíti Paks önkormányzata a védett értékek fennmaradását. A Városi Építőbizottság most közzétette második félévi pályázatát. Paks területén a műemléki védelem, a helyi egyedi védelem alatt vagy helyi védett területen álló ingatlanok, épületek vagy épületrészek, műtárgyak teljes felújítása, korszerűsítése, helyreállítása történhet meg önkormányzati támogatással. A bizottság tavasszal már kiírta a pályázatot, viszont akkor sikertelen volt. Egy pályázó jelentkezett, viszont nem volt megfelelő a pályázati anyaga, amit beadott, hiszen meg kell felelni egy csomó előírásnak, ami alapján ki lehet utalni pénzt. Na most itt a mostani kiírás, ez emiatt történik, hogy még egyszer megpróbáljuk, hát ha valaki mégis meg tud felelni, vagy igénybe tudja venni. Itt a műemléképületekről és a helyi védettség alá tartozó épületekről van szó, ezeknek a felújítására, karbantartására, illetve teljes felújítására lehet pályázni. Nem csak épületek, hanem védett területen levő tárgyak, most gondolok egy kútra, tehát ilyenre is, kerítések, támfalak, kapuknak a felújítására lehet pályázni. Pályázni a tulajdonosok, illetve az ingatlan kezelői tudnak, hívta fel a figyelmet a bizottság elnöke. Nem pályázhatnak azok, akiknek naptartozása van, aki nem számolt el esetleg egy előző pályázattal. Most milyen munkákról lehet itt szó? Homlokzati tetőfelújítási munkálatoknak az elvégzése, nyílászáróknak a cseréje, tehát homlokzati munkálatok olyanok, amik a városképi megjelenést jelentik. Tehát ezekre lehet pályázni. Az összeg azért elég jelentős. A műemléki épületeknél 4 millió forintot lehet kapni. Ebből 2 millió forint a visszanemtérítendő kölcsön, illetve visszanemtérítendő összeg, és ezen kívül a fennmaradó 2 millió pedig visszatérítendő, de kamatmentes kölcsön. Na most a helyi védettség alá tartozó épületeknél ott kevesebb az összeg, ott 2 millió forintot lehet kapni, és ennek a fele az, ami vissza nem térítendő, a másik fele ugyanúgy kamatmentes kölcsönt jelent. A támogatási igényeket október 31-ig lehet benyújtani. A részletes felhívás megtekinthető a paks.hu oldalon. Akinek kérdése lenne, eljuttathatja azt Petsz Ildikó városfejlesztési referenshez a képernyőn látható elérhetőségek egyikén. A beérkezett pályázatokat a Városépítőbizottság bírálja el november 15-ig.